Jó estét kívánok, kedves nézőink! Az első osztályú városi kispályás labdarúgó bajnokság 5. fordulójában szoros mérkőzéseket vívtak egymással a csapatok. Amíg 100%-os Aprilia motoros volt, amíg veretlen, ám az utóbbi időben csak döntetleneket gyűjtögető MÁV Gépészet Alba Kerámia 57 Kft-vel mérte összerejét. Most nézzük a találkozót. A városi kispályás labdarúgó bajnokság első osztályának 5. fordulójában Aprilia motoros volt MÁV Gépészet Alba Kerámia 57 Kft. Fehér mezben, jobbról balra a képernyőn, kék nadrágban a jelenlegi listavezető az Aprilia motoros volt, tiszta feketében, fehér csíkkal pedig a MÁV Gépészet Alba Kerámia 57 Kft. Csapata, amely jelenleg újonc az első osztályban. Az Aprilia remekül szerepel az idei bajnokságban, hiszen 4 mérkőzésből 4-et nyertek, 12 pontjuk van. A MÁV Gépészet jelenleg a 7. 5 ponttal, 3 mérkőzésből 1 győzelem, 2 döntetlen és 0 vereség, 11-9-es gólarány. A MÁV Gépészet az 1B-ben tavaly a második volt, így második legjobb feljutóként lehetnek itt az elitligában. Azonban 2 évvel korábban az első osztályban szerepeltek a mávosok. A két együttes játékos listája: az Aprilia kapuját Revelant Zoltán védi, 2-essel Béres Zoltán, 4-essel Láng Péter, 5-essel Salac János, 6-ossal Domján és 7-essel Salac Zoltán. Ez a kezdő együttese tehát a fehér mezeseknek, de csereként még bevetésre vár Vajda Gusztáv 8-assal, 11-essel Husz Károly, 12-essel Tújner Viktor. A MÁV Gépészet hálóját Ag Péter őrzi. Mezőnyben pedig 15-össel Pusztai, 13-assal Monics, 3-assal Egérszegi. Ugye nézzük ezt az akciót. Szöglet lett a dologból. Aprilia bedobás. Monics fejelte ki, Béres vállalkozik lövésre, és a kapus remekül ér le a jobb sarokra. Salac. Revelant lép ki a kapujából jó ütemben. Salac János. Láng. Egerszegi, Aprilia szabadrúgás. Béres, levágódik a lövése Monicsról. Revelant gyűjti be. Salac. A két Salac játszott össze. Zoltán, Salac Zoltán adja most hátra Salac Jánosnak. Láng. Revelantnak hátra. Az Aprilia az első fordulóban a tavalyi ezüstérmes Turulányt verte 4-2-re, aztán a második játék héten az újonc Total Food csapatát 6-1-re verték. A harmadik fordulóban a Sünyi és barátainak hintettek egy 7-est, majd a negyedik játék héten a Puják BT-t verték 5-2-re.
A MÁV gépészet is győzelemmel nyitott, a Cooper SC-t 7-5-re győzték le. Aztán a második fordulóban a klubfegyszával egy 1-1-es döntetlent játszottak a harmadik játékhéten. Még a harmadik játékhéthez tartozó mérkőzésüket még nem játszották le, hiszen december 10-én rendezik majd annak a fordulónak a második játéknapját. A negyedik fordulóban a Bádogossal játszottak 3-3-as döntetlent, azzal a Bádogossal, amely jelenleg a tabella élmezőnyében tanyázik, harmadik helyen szerepelnek. Salad Zoltán fordulásból lőtt, a labda azonban elkerülte a kaput. A 6. percben járunk, 0-0-ás mérkőzés állás. Salad Zoltán talpa alatt gurult el a labda. Egerszegi. Pusztai. Rapalit rázta le magáról Salac Jánost, azonban szabálytalanul. Béres. Salad Zoltán. Láng, majd Salac János. Béres jön hátra a labdáért. Egy lövőcsel, aztán még tartja a játékszert. Egészen mostanáig, hiszen Monics szereli. Salac segítette ki Bérest. Domján. És aztán egy kis kakaskodás Domján és Rapali között. Mindkét játékost leküldi a játékvezető a pályáról. Két perces kiállítás, mint a két oldalon. Salad Zoltán, Bíres, egy távoli lövés, kijön a kapusról, érkezik Salac, és az ismétlés már jó. A jobb alsó sarokban köt ki a labda, a 7. illetve 8. percben 1-0-ra vezet az Aprilia motoros volt. Monics. Salac. Revelantnak hátra. Közben Salad Zoltán helyére 8-as számmal Vajda Gusztáv érkezik az Aprilia csapatában. Béres. Vajda indult volna meg, aztán megtorpant. Visszazárnak a MÁV játékosai. Vajda. Salac János. Vajda most a túloldalon tűnik fel. Nem volt rossz a centerezés, azonban Lánk Péter egy picit lekésett a labdáról. Marad tehát az 1-0-ás Aprilia vezetés. Egerszegi Pusztainak hátra. Aztán Monics kapja most már. Bírej Zoltánt csapja be egy csellel, jobban lő, Revelant pedig lábbal hárít. Monics bedobása. És ebből indulhatnak a fehérmezesek. Láng egy picit hosszan szöktette magát, Ag kapus kijött a kapujából, vetődve lábbal hárított. Ketten vezethették rá a kapusra a labdát a fehérmezesek. Egerszegi. Monics. Monics az kerül vissza. Szép
Jó volt a kényszerítő, Monics Péter a gólszerző. 9. perc. 1-1. Domján. Leteltek már a kiállítások. Béres. Jó volt a lövés. Agnak kellett védenie. Egerszegi. Revaland. Domján, láng, Domján érkezik. Aztán végül is szerelnek a MÁV gépészet védői. A 11. perc. 1-1. Egyenlőre az állás. Aprilia bedobás. Domján. Jól vitt el két játékos között a labdát, aztán Pusztainál már elakad a labda. Visszakerül az Apriliához. Béres lő! A bal kapufáról jön ki a labda. Remek lövés volt. Talán egy picit Újhegyjel beleért a kapus, és ez így is történt, hiszen az Aprilia jöhetett bedobással. Közben 12-es számmal Tujner Viktor érkezett a pályára. Pusztai. Ez Revalandi. Most már Béres Zoltán vezetheti fel a labdát. Salac. Domján. Béres. Messze pattant tőle a labda. Egerszegét kereste agkapus kidobásával. Egy picit magas volt. Béres remek labdát kap. Salac. Láng. Domján. Pusztai lép ki. Egerszegét hozza játékba, Pusztai kapja vissza, és aztán Láng érkezik. 13. percben járunk. Monics. Salasz János lépett ki jókor. Megint nála labda, Béres. Egerszegi szedi össze középen zavartalanul. Aztán távolról lő a félpályáról. A labda azonban messze elkerülte az Aprilia motoros volt kapuját. Láng. Pusztai. Rapali, Salac János és Béres együttes erővel állították meg. Láng. Agg rúgja ki. Együtt él a játékkal a kapus. Béres. Rapali szerzi meg. Ő is egy lövéssel próbálkozik. Pontatlan volt. Tujner. Béres. Láng. Salac. Tujner kérte és kapta is a labdát. Béres. Láng.
Véres igazít egyet, aztán lő, Pusztairól vágódik ki. Aprilia motorosbolt bedobás következik majd, hogyha visszakerül a labda a palánk mögül a pályára. Salac János lábbal végzi el, ami szabályszerű. Béres. Domján érkezik hátra. Reveland. Salac. Tizenhatodik perc. Béres. Pont középre érkezett a labda, így Ak Péter hárítani tudott. Monics. Salac. Láng. Salac kapja vissza. Rapali érkezik a kapu előterébe. Pusztai a labda mögött. Máv gépészet szabadrúgás. 17. perc. Pusztai rálövi. Kemény lövés volt, Revelandnak kellett vetődnie és hárítania. Szöglet lett a dologból. Rapali szöglete. Elgurul a labda mindenki lába előtt keresztbe. Reveland. Tuiner. Domján indult be. Pusztai. Monics. Salac. Tuiner. Salac Jánosnak vissza. Béres. Tuiner. Béres. Tuiner mutatja magát, kapja is a labdát, aztán visszafejeli. Kirúgás. Tizennyolcadik perc, 1-1-es mérkőzés állás. Pusztai. Ag. Egerszegé felé perdítette a labdát. Egerszegi Zoltán egyébként rendkívül gólerős játékos, a Máv Gépészet 3-as számú labdarúgójáról van szó, hiszen például a nyitó mérkőzésen az első fordulóban, amikor 7-5-re nyert csapata, 5 gólt szerzett. Szöglet. Revenant piszkált bele. Rapali Tibor érkezik a sarokrúgáshoz. Tuinernek kell megadnia a 3 métert. Salac Jánosról vágódik ki a labda az oldalvonalon túlra. Rapali bedobása. Láng. Aztán Béres indul meg a bal oldalon. Nem sikerül középre passzolni, Egerszegi zárta a szöget. Béres bedobása. A kapust bizony lökték a levegőben. Domján volt szabálytalan, így a gól érvénytelen, marad az 1-1-es mérkőzés állás.
A 20. percben járunk. 5 perc van hátra, tehát az első fél időből. Salad Zoltán, az Aprilia játékosa érkezik vissza, illetve az Aprilia góljának szerzője érkezik vissza a pályára. Pusztai kirúgása, pontosabban szabad rúgása. Salac János fején csúszott meg a labda, MÁV bedobás következik. Ezt most Béres csúsztatta meg, így a másik oldalról ismételhet a fekete-fehér mezes együttes. Pusztai. Béres őrzi szorosan, aztán Domján is odaérkezik segíteni. Messze kijön kapujából, aztán a támadó is és a kapus is a parketra kerül. Sarad Zoltán pedig ott is marad. Szabad rúgással folytatódik majd a játék, amint Salac talpra áll és felépül. A kapus 2 perces büntetést kapott, így egy mezőnyjátékosnak kell elfoglalni helyét a gólvonal előtt. Ez a 3. kiállítás a találkozón. Rapali fordítja meg a mezét, és ő áll majd a kapuba. A sorfal 2 tagú, Salac János a labda mögött. Legurítja Tújnernek, megállítja, aztán Salocnak vissza. Most megpróbálják kigurigázni, kijátszani az emberelőnyös szituációt a fehér mezesek. Úgy, mint a jégkorongban szokás. Némi zavar. És a MÁV gépészet fordulhat. Monics. Béres. Tújner Béresnek vissza. Elakad. Visszakerül hozzá azonban a labda. Salac. Pusztai rúgja ki, Egerszegi. Aztán a jelenlegi ideiglenes hálóőr, Rapali. Huszonnegyedik perc. 1-1 az eredmény, Monics. Salac János. Béres. Béres Zoltán zárkózik fel, aztán majd a Gusztávról hagyja el a labda a játékteret. Egyelőre nem igazán sikerül kihasználni az emberelőnyt. Az Aprilia motoros Zoltán. Kiriti Lajos rúgta ki a labdát az oldalvonalon túlra, és aztán letelt a 2 perces kiállítás. Ag Péter visszaérkezhet a kapuba.
Rapali pedig visszaváltozik mezőnyjátékossá egy meccscserével, illetve egy meccsfordítással. Salad Zoltán szépen vette át a labdát, és egyből egy igazítás után 180 fokos fordulásból a kapuba lő, gurítja a labdát. A 25. percben, a félidő utolsó percében megszerzi a vezetést az Aprilia motoros volt. Immár másodszor a mérkőzésen, és megint Salac a gólszerző. 2-1 tehát. Pusztai. Rapali. Salac János rángatta bizony a kezét. Máv gépészet, szabadrúgás. Egy picit biztos, hogy hosszabbítani fognak a játékvezetők, hiszen egy szituációnál sokáig állt a játék egy sérülés, egy ütközés után. Egerszegi lövi el, Reveland remek reflexekkel véd. És vége az első félidőnek, 2-1-re vezette át az Aprilia motoros volt a MÁV gépészet ellen, a vártnál talán egy picit szorosabb a találkozó. Kettő egyes Aprilia motoros volt vezetéssel indul a második félidő. Valamelyest változott az Aprilia kezdő együttese, hiszen majd a Gusztáv 8-as számmal a pályán. Persze ő már játszott az első félidőben is, pályára lépett, de nem ő kezdett. Domján. Salac. Salac Zoltán tette tovább sarokkal. Egy picit gyors volt a labda, vagy éppen Vajda volt. Lassabb, mint ahogy azt Salac Zoltán gondolta volna. Vajda. Monics érkezik. Salac János. Béres. Salacnak hátra. Domján. Reveland. Béres jön hátra labdáért. Aztán vigyáznia kellett, hiszen Kiriti támadta. Domján. Kiriti próbálja magáról lerázni. Salac János. Béres. A második fél időben még nem igazán ért labdába a MÁV gépészet együttese, pedig már 2 perce tart a játék. Na most ezt megteheti a fekete mezes csapat, hiszen kirúgással hozhatták játékba a labdát. Béres még megmentheti a vonal előtt. Aztán középre passzol Vajda, remek mozdulat, a labda azonban a kapu mellé gurul. Szép volt a passz is. Jól vette észre Bérez Zoltán a középre mozgó játékost. Monics. Más bedobás. Rapali lába bánja Domján belépőjét. Szabálytalanság nem történt. Monics dobhatott. Monics. Domján, mint a lőkéssel indult volna. Salac Zoltán. Vajda. Salac János. Domján hátra Revelandhoz.
szigetszegi fején pattant meg a labda. Vajda Gusztáv pedig kikíséri a játékszert. Hát Domjánt rángatta bizony a Rapali. Nagy vehemenciával, szabad rúgás ezért az Aprilia jutalma. 29. perc. 2-1-es Aprilia vezetés. Domján, Agnak kellett bizony védenie. Pusztai, Egerszegi. Vajda. Híres, nagy-nagy védés volt, Ag Péter mutatta be, látványos vetődéssel, most Egerszegi a labdával saját hatosán belül, aztán Monics teszi tovább, Rapali. Jó volt a csel, az eladott labda azonban már annál kevésbé, Vajda, 3-1. Salad Zoltán lövését még tudta hárítani Ag Péter azonban. Pehjére a kipattanó labda Vajda Gusztáv elé került, akinek már könnyebb dolga volt, és a jobb sarokba helyezte a labdát. 3-1 ezzel az eredmény az Aprilia motorosbolt javára a 30. percben. Domján. Salac János. Béres. Egerszegi. Pusztai zárkózik fel, Vajdában akad el a labda. Monics. Megint Vajda az, aki a labda útját keresztezi. Béres megmentette a vonal előtt. Hozzákerül most vissza a labda. Béres lő mellé. Monics. Revelant nagy védése. Egerszegi, kapáslövés, fölé is, mellé is, a mozdulat szép volt minden esetre. Egerszegi veszi le mellel a labdát, aztán hátraadja kapusának. Egerszegi. Jól húzzák fel a labdát, egy picit azonban messze pattant a labda Egerszegitől, így fordulhatnak a fehérmezesek. Béres, aztán Vajda, vagy Béres kapja vissza a labdát, egyet igazít, aztán becsúszva, önfeláldozóan tovább teszi Salac Jánosnak. Béres lövésébe pedig Rapali feküdt bele, vetődött bele. Így a MÁV gépészet kapuja előteréből átkerült a labda a túloldalra. Béres egy távoli lövésre vállalkozott volna, azonban inkább a lövőcsel után passzolt Vajdának, aki remekül érkezett. Lövése azonban céltévesztett. 33. perc, 3-1-es Aprilia vezetés. Pusztai sarokkal tovább. Bodor Károlynak kellett megmentenie. Akciót azonban nem tudott belőle indítani. Salac bedobása. Béres, 11-essel, közben 20 Károly a pályán. Most ő kapta volna a labdát, 20 ráncigált a hátulról Bodort.
ezért jár a szabadrúgás a MÁV Lépészet Alba Kerámia 57 Kft. Javára. Husz Károly. Husz még. Kisodorja a kapus kezéből a labdát. Kodor. Egerszegi. Kiliti. Egerszegi. Kodor, illetve Kilititől kapta vissza, majd Egerszegi lő. És az Aprilia csere játékosait találja el, akik a kapu mellett ülnek sorban. Kéri ki a 3 métert, hát nem biztos, hogy Husz Károly betartotta ezt a távolságot. El is akadt benne a labda. Láng Péter bedobása. Béres. Láng. Vajda. Monics fejeli ki. Pusztai. Egerszegi. Pusztai felé, és ez már kint volt. Harminchatodik perc. 3-1-es Aprilia vezetés. Egerszegi előzte meg Vajdát. Husz. Bodor viszi tovább a labdát. Salac János. Béres zárkózik fel, Béres! Monics lábán pattant meg a labda, szöglet. Vajda sarokrúgása következik. Egészen hátra a leghátsó Aprilia mezőnyjátékosnak, Husz Károlynak. És már fordulhatnak a MÁV Lépészet játékosai. Egerszegi, hát a túloldalra Monics Péternek. Bodor, Egerszegi, Husz Károlyban akad el. Monics. Pusztai és Láng pár harca, Pusztai esett el. Béres, Vajda, eljut hozzá a labda, meg is nézhette magának, hogy hova lövi. Azonban célt tévesztett a labda, mint egy másfél méterrel elkerülte a jobb kapufát. Pusztai. Láng dobása. Kiliti. Salac János lőtte rá a labdát. Revelant kirúgása után Béres a labdával, Vajda, Salac János, Láng, Salacnak vissza, Revelant is játékba avatkozik, Husz, kint volt már. Monics. Egerszegi. Monics vált. Béres szerelte. Vajda. Bérest futtatja a bal oldalon. Nem is tudta megjátszani Bérej Zoltán a labdát. Pusztai. Salac. Láng. Aztán Vajda. Húra dugatnak a fehérmezesek. Vajda lő, Ag kapus véd, Pusztai fejéről pedig az alafonalon túlra pattan a labda. Revelant kirúgása, Béres, szépen veszi le,
jól tartja eddig a labdát. Kiriti adja haza. Monics. Egerszegi lőtte Sarac Jánost. Szabad rúgás nincs, csak kirúgás. Salac. Béres. Egy eradott labda, Pusztai szerzi meg. Aztán Kiriti zárkózik fel, Salac pedig jól foglalt el pozícióját. És meg tudta állítani a MÁV támadását. Tujner borította hátra Lángnak. Aztán most már Salac a labdával. Láng. Két MÁV játékos zavarja egymást. Tujner üresen a jobb oldalon. Tujner szép gól. Bírestől kapta a paszt, miután két fekete mezes nem igazán értették meg egymást. Tujner üresen volt, és a kimozduló kapus lábai között gurította a labdát a MÁV gépészet hálójába. Ez már a negyedik találata az Aprilia motoros voltnak, így 4-1 az eredmény a 40. percben. Pusztai. Husz Károly az utolsó pillanatban ért oda. MÁV gépészet szöglet. Aztán pedig Aprilia bedobás következik. 41. perc. Láng. Béres. Salac. Láng. Tujner. Tujner bedobása. Bodor lépett ki jó ütemben. Pusztai bikázta meg a labdát. Az egyszemélyes sorfalról, Béresről vágódott vissza a labda. Egerszegi. Pontatlan. Láng. Egerszegi. Kiliti. Tujner nem tudta lekezelni. Kiriti. Egerszegi. Monics. Bodor. Pusztai, és aztán Salac János lép fiókor. Salac. Tujner zárkózik fel. Béres kapja a bal oldalon, egy lövőcsel után középre indul. A passz nem jó. Tujner. Salac. Revenantnak hátra. Béres. Husz. Egyből vissza akarta tenni Béresnek a labdát. Pusztai fejéről hagyja el a labda a játékteret. Aprilia bedobás következik a 43. percben. 4-1-es vezetésük el. Béres. Láng. Szöglet. Láng Péter a labda mögött a sarokrúgásnál. Salac érkezik. A kapusnak kellett védenie. Béres.
Trevenant. Láng. Nehéz labdát kapott vissza Tuinertől. Pusztai. Monić. Revelland a fejével hárított, már igazán ő nem nagyon tehetett erről, hiszen arcon rúgták. A másik oldalon pedig Hab Péter volt a helyén. Így marad a 4-1-es Aprilia vezetés, akkor, amikor 6 perc van hátra a mérkőzésből. Plusz bedobása Egerszegi. Monić. Pusztai. Kiriti. Eddig szép a játék. Egerszegi Tuinerben akad el. Egerszegi bedobása. Monić érkezik, és szép volt ő. 45. perc. Monić második gólja. 4-2 az Aprilia javára. Hogyha fel akar zárkózni a MÁV gépészet, vagy éppen az egyenlítéssel is kacérkodik, akkor jókor gyújtja be a rakétákat, hiszen 5 perc van hátra a találkozóból, és 2 gól most már csak a két csapat közti különbség. Egerszegi szerez labdát, aztán Pusztaihoz passzol, Pusztai Egerszeginek vissza, ő mellé. Hát bizony itt volt a lehetőség a felzárkózásra. Egerszegi azonban egyenlőre ezen a mérkőzésen nem talál kapuba. Ezt ő nem igazán szokhatta meg. Salac. Tuiner, Egerszegi szabálytalan, és 2 percet kap érte. Teljesen jogosan, hiszen nem csak hogy átölelte Tuinert, még utána is rúgott. Ismét 4 mezőnyjátékosra csökken a MÁV gépészet együttese. 46. perc. 4-2-es Aprilia vezetés. Salac. Láng. Domján, aztán ismét Láng Péter. Domján. Tuiner. A kapus lépett ki. Salac. Tuiner kiírja a labdát, nem kapja egyelőre. Salac, majd Domján. Láng. Salac kapja ismét, ő osztogat az Apriliánál. Láng Péter. Lövésre vállalkozik, a labda azonban a kapu fölé száll. Már a 48. percben járunk. Pusztai bedobása következik majd, és aztán reklamál, hogy Domján és Kiriti küzdött középütt, és hogy miért nem ítél szabad rúgást a játékvezető sporttárs. Tuiner. Domjánnak hosszú volt a labda. Monić. Lövőcsel, aztán megállítja a labdát, és ez volt a tettje. Hiszen szerelték őt a fehérmezesek, Tuiner és Domján együttes erővel. Salac Zoltán, aztán Domján Tuiner érkezik. Szép játék volt. A labda azonban Tuiner Viktor lábáról a kapu mellé perdült. Kiliti. Bodor. Tuiner. Láng.
dominál. Egerszegi őrizte keményen Dobjánt. Megpróbál labdát szerezni, de egyelőre nem sikerül. Reveland rúgja ki, és a másik kapus, Ag Péter avatkozik játékba. A 49. percben járunk, kevesebb, mint másfél perc van hátra a rendes játékidőből. 4-2-es Aprilia motoros volt vezetés. Salac, Láng, Salac Zoltán. Salac Zoltán még mindig. Bodor lépett közbe, és rápöccintette Salac lábára a labdát. Most már megkezdődött az utolsó perc a találkozón. Most nem igazán értették meg egymást a társak a MÁV gépészet oldalán. Reveland rúghatja ki a labdát. Pusztain pattan meg. És ez bizony az Apriliáé. Láng. Salac. Domján. Láng. Salac Zoltán. Tuiner. Láng Péter érkezik a túloldalon. Megnézte, hogy hova lövi a labdát, aztán a kapus résen volt. Talán még ez a MÁV akció belefér, igaz, már túl vagyunk a rendes játékidőn. És vége a találkozónak, az Aprilia motoros volt megérdemelten győzött. Talán a vártnál egy picit kisebb különbséggel a MÁV gépészet azért helytállt, amennyire erejéből tellett. A végeredmény tehát Aprilia motoros volt, MÁV gépészet Alba Kerámia 57 Kft. 4-2. A gólszerzők csapatonként az Apriliából Salac Zoltán kétszer, Vajda Gusztáv és Tuiner Viktor voltak eredményesek, a MÁV gépészet alakultában pedig Monics Péter talált az ellenfél kapujába mindkétszer. Az ötödik játékhéten az egyik legnagyobb meglepetést a Turul Line szolgáltatta azzal, hogy vereséget szenvedett a tabella utolsó előtti helyén álló Süni és Barátai csapatától. Az összefoglalóból a többi találkozó részleteit is megtudhatják. Az idén gyengélkedő Cooper SC a középmezőny élén tanyázó C plusz V-vel találkozott az ötödik fordulóban. A mérkőzést a fiatalos lendülettel futballozó Cooper kezdte jobban, és a fehérmezesek gyorsan megszerezték a vezetést. A C plusz V azonban rendezte sorait és állva hagyta ellenfelét, de olykor megfeledkezett a védekezésről. A félidőben 4-2 volt az eredmény a C plusz V javára. Fordulás után a Cooper megpróbált újítani, fel is zárkózott, és a helyzetei is megvoltak az egyenlítéshez, ám ezeket a játékosok nem tudták kihasználni. Nem úgy a másik oldalon, ahol a C plusz V megszerezte a kegyelemdöfést jelentő találatot, és így 5-3-ra nyerte a mérkőzést. Sajnos a 2x25 percet már nem nekünk találták ki, az ellenfélnek inkább, tehát ők is kevesen voltak, és így sikerült nyernünk 5-3-ra. Gratulálok az egész csapatnak. Az első gól után nem kellett volna megállni. Én úgy érzem, az ellenfél is kicsit komolytalan vett, és mégis így is megvert minket. Ez nagyon szomorú és szégyellem mondom a csapat nevében is. Két újonc rendezvúját hozta a 12. Total Food és a 10. Polyák BT összecsapása. Az eddigi teljesítményeket figyelembe véve az esélyesebb Polyák BT tett szert két gólos előnyre. A nagykedvel játszó kékmezes Total azonban a félidő zárása előtt ledolgozta hátrányát. Fordulás után a Polyák bírta jobban az iramot, és hangot adott bajnokság előtti elképzeléseinek, miszerint a sárgák az első hatban szeretnének végezni, és a maga javára fordította az eredményt. A találkozót végül 4-2-re nyerte a Polyák BT. Nem vagyok teljesen elégedett, mert elég sok helyzetet kihagytunk, de ez volt az a csapat, akit nekünk illet megvenni, és szerencsére sikerült. Szinte sose azt játszunk, hogy megbeszéljük a meccselejünk. Elfáradtunk egy picit, és a végén már volt egy kis fértelség, nem posztokat cseréltünk, hanem össze-vissza volt 2-3 csatár fönn egyszerre, vagy egy időben játszottunk néha-néha. És hát ahogy ment az idő, ugye kaptuk a gólokat, egy régesebb lett a csapat, és ezért kaptuk sorba az ötödiket is. A 6. Klubfeca és a 4. Fedél Kft. Találkozóján két eddig egyformán szereplő csapat csapott össze. A fehérmezes Fedél kezdett jobban, és már az első percekben vezetett. A kapott gól után a Klubfeca támadott többet, de a helyzetek rendre kimaradtak. Ha a védelem nem tudott tisztázni, a kapufa sietett a Fedél segítségére.
A második félidő elején nagy volt az iram, és egy letámadás eredményeként egyenlített a Feca. Ezután a Fedél vette át az irányítást, és ez gólokban is megmutatkozott. A Feca megpróbálkozott a felzárkózással, de ellenfele büntetőből és emberelőnyből is eredményes volt. A találkozó hajrájában emberhátrányból még szépített a klub Feca. A végeredmény 5-3 a Fedél Kft. Javára. A 8. Turulline a még nyeretlen 13. Sünés barátaival mérte össze erejét. Mindkét együttes nagy elánnal kezdte a mérkőzést, de a gólszerzés a fehérmezes Süninek sikerült először. Az első félidőben nagy figyelmet fordítottak a csapatok arra, hogy nagyon ne lépjen meg a másik. Ha vezetett is valamelyik együttes, ellenfele rögtön egyenlített. Fordulás után hamar gólt lőtt a Süni, és ezután fegyelmezett védekezésre rendezkedett be, és a labdaszerzésekből veszélyes kontrákat futtatott. Először elhúzott a Süni, majd a Turul egyenlített, a győztes találatot pedig a Süni és barátai csapata szerezte meg, és ezzel meglepetésre 6-5-re nyerte a mérkőzést. Hátul aludtunk, egyszer nem hittük el azokat a labdákat, például nekem is volt egy hibám, amikor ott keresztbe bepasszolták, és egyszer nem hiszem el, hogy meg tudja oldani, és meg tudja, és szerintem ilyenekből. Tehát egyértelműen a védelmünk volt katasztrofális ezen a mérkőzésen. Úgy érzem, mai meccsen játszottunk az idei szezonban a legjobban. Mindenki ment, küzdött, ki is jött az eredménye. Remélem most már tényleg felzárkózunk a középmezőnyhöz, nem lesznek kiesési gondjaink. Az idei bajnokságban szárnyaló Bádogos a sereghajtó maratonsporttal nézett farkas szemet. Az első félidőben már jelezte a tabella harmadik helyén álló csapat, hogy jó sorozatát nem az újonc maraton ellen szeretné megszakítani, és 3-1-es Bádogos vezetésnél fordultak az együttesek. A második játékrészben a maratonjátéka feljavult, de a kékmezes Bádogos gondosan ügyelt arra, hogy a két csapat közötti különbség ne változzon, így a győzelemért járó 3 pontot 4-2-es eredménnyel gyűjtötte be. Némi meglepetést hozott a bajnoki címvédő Bombon és az újonc Fevita összecsapása. A sárgamezes Fevita remek játéka meglepte a második helyen álló Bombont, amely együttes csak a második játékrészben ébredt félidei álmából. A Fevita a második félidő közepéig tudta magát tartani, majd elfáradt, és Csücsánszkijék vették át az irányítást. A Bombon 5-3-as győzelmével tovább is 100%-os teljesítményt nyújt az idei bajnokságban. Rá kell ismerni, hogy a Bombon a bajnok csapat, és a egyik legjobb emberállománya rendelkező csapat. Én szerintem 3-3-ig tudtuk tartani magunkat, és hogyha a gólokat nézzük, elkerülhető gólokat, tehát elpattant labda, amit lekontráztak nagyon jól. Nekünk meg a kapufáink, meg az icereink sajnos nem jöttek be. Nem gondoltuk, hogy ilyen nehéz lesz. Egy nagyon gyenge napot fogtunk ki most. Minden labda elment, semmi nem oda jött, ahova eddig. Tehát nem úgy folyt a játékunk, ahogy az elmúlt napokon. De hál' Istennek, nyögvenyelősen legyőztünk. Nézzük az első osztály 5. játékhetének eredményeit. Cooper SC C+V 3-5, Total Food Poják BT 2-4, Klub Feca Fedél Kft. 3-5, Aprilia Motorosbolt MÁV Gépészet Alba Kerámia 57 Kft. 4-2, Turulline Sünés Barátai 5-6, Bádogos Maratonsport 4-2, Bombon Fevita 5-3. A bajnokságot az Aprilia Motorosbolt vezeti 15 ponttal, 5 mérkőzést játszottak. Második a Bombon 4 mérkőzésből 12 pontot szerezve, harmadik a Bádogos 10, negyedik a Fedél Kft. 10 és ötödik a C+V szintén 10 pont, aztán egy kis szünet. Hatodik a Klub Feca 7, hetedik a Poják BT 6, nyolcadik a MÁV Gépészet 5, 9. a Turulány 4, 10. a Fevita 4 ponttal, a kieső helyeken 11. a Süni és Barátai 4, 12. a Cooper SC 3, 13. a Total Food 1 és 14. a Maratonsport 0 ponttal. Az 1B 5. fordulójában a következő eredmények születtek: Truck Trailer, Erszáb Alba Logisztik Széphő 6-4, Zöldker, Ságépítő 4-6, FC Chelsea, Más Tészta 3-4, B Ördögök, Placbau 2-2, Dekkebau, Opsitos 5-4, Fejérvíz, Korall 5-1, Fészeképítők, Hungária Taxi 4-1. Itt a bajnokságot a Fejérvíz vezeti 15 ponttal, még veretlenül, második a Truck Trailer szintén 15 ponttal, harmadik a Dekkebau, negyedik a Fészeképítők, ötödik a Zöldker, hatodik a Ságépítő, hetedik az FC Chelsea, nyolcadik a Más Tészta, kilencedik a Korall, tizedik a B Ördögök, az alsóházban pedig 11. az Erszáb, 12. a Hungária Taxi, 13. az Opsitos és 14. a Placbau.
Kedves nézőink, az első osztályban a hatodik játékhéten a Fevita a Bádogossal, a Cooper SC a Turulline-nal, a C plusz V a Klubfecával, a Maratonsport az Aprilia Motorosbolttal, a MÁV Gépészet Alba Kerámia 57 Kft. A Total Fooddal, a Polyák BT a Sünés barátaival, a Fedél Kft. Pedig a Bombonnal csatázik majd. Kedves nézőink, műsorunk végén köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!